Hosszú évek óta dolgozik együtt Fuszenekker Ferenc és Szabadi Attila, a két gödöllői alkotó. Közös munkájuk gyümölcseként közel 30 dokumentum és portréfilm látott napvilágot, főleg gödöllői vonatkozásban. Közülük több díjnyertes alkotás, valamint a Duna Televízió is műsorra tűzött néhány művet. Helyben a gödöllői Városi Könyvtár ad helyet a Filmet üdök bemutatásának, mely sorozat a Mimozing címet kapta. Február végén a Tenax az életem című portréfilmet tekinthette meg az érdeklődő közönség. Mimozing sorozatot 3 éve indítottuk Fuszenekker Ferenccel és Szabadi Attilával. Az a célunk, hogy egyrészt az általuk készített filmeket bemutassuk itt a könyvtárban, másrészt pedig a gödöllő és környékével kapcsolatos alkotásokat meg tudjuk mutatni a látogatóinknak, az érdeklődőknek. Úgyhogy igen, idestova 3 éve tart ez a sorozat itt a könyvtárban. Hány filmet vetítettek le ez idő alatt? Idáig, ha jól számolom, akkor 5 filmet mutattunk be. Volt, amelyik mellett nagyobb volt az érdeklődés, például a Kismuki vetítését, azt többször meg kellett ismételnünk, és volt olyan, amelyikre már az a bizonyos mag jön, akik erre a kis mozi sorozatra érdeklődést mutattak, és ők viszont masszívan látogatják ezeket a rendezvényeket. Dr. Lábodi Károly néprajzkutató mondott rövid bevezetőt, melyben beszélt a mozifilm mai helyzetéről, az alkotókról, valamint a történet főszereplőjéről. Tenax. Sokan, ha ezt a szót először hallják, valamiféle kedélyjavító, hangulatot orvosló gyógyszerre gondolnak. Hogy életminőséget javíthat a Tenax, azt a 89 esztendős Hámori Vilmos példája tanúsítja. A Tenax nem gyógykészítmény, hanem fényképezőgép márka. Gazdája, Hámori Vilmos még gyermekként kapta szüleitől, és hosszú élete során mindig hű társa maradt. Olyan eszköz lett a kezében, mely tanú a történelem változásainak a megörökítésében. Amellett, hogy családi eseményeket is fotografált vele, akkor is használta, amikor 1940 nyarán a német csapatok Budapesten keresztül kezdtek felvonulni Jugoszlávia ellen. A Margit híd Budai hídfőjének közelében levő lakásukból fényképezte 1944-ben az elhurcoltak menetét. De akkor is használta kisméretű fényképezőgépét, amikor felrobbantották a hidat. Mivel műegyetemi hallgatóként nem tartott Németországba irányított társaival, egy időben katonaszökevényként nagybátyjánál Veresegyházon a Megváltóhoz címzett patikában húzta meg magát, akkor is vele volt a Tenaxa, de hogy a bevonuló orosz katonák ne találják meg, kamillavirág közé rejtette a patikában. 1945-ben már a romos Budapestet fényképezte vele, majd az 1956-os forradalom eseményeit örökítette meg. Gépével titokban a novemberben kezdődő megtorlásokról is megrázó felvételeket készített. Fuszenekker Ferenc és Szabadi Attila filmje Hámori Vilmosról készült, aki 80 évig fényképezett Tenaxával. Majd önök is meghallják, ő mondja a filmben, Tenax az életem. De jó ismét itt járnom Gödöllőn, ahol 80 évvel ezelőtt, 10 éves koromban töltöttem egy hetet, mert akkor volt itt Gödöllő a világ dzsembori, ahol én, mint kis cserkész,
sőt még kisebb cserkész, farkaskölyökként vettem részt. A négyesbik cserkész csapat tagjaként, ez egy budai cserkész csapat volt, és itt töltöttem egy hetet, amit olyan szép emlék volt, hogy azt soha nem fogom elfelejteni. Fuszenekker Ferenc jó alkotóként mindig a témát keresi. Ezúttal a Magyar Nemzet című napilapban olvasott egy rövid cikket Hámori Vilmosról, ami rögtön felkeltette érdeklődését. Felkerestem a Vili bácsit, több hetes beszélgetés után megmutatta a dokumentumait, a negatívokat megnéztem, és akkor úgy gondoltam, hogy az 56-os anyagból és az egész 45-ös anyagából készítünk egy filmet, de úgy tűnt, hogy ez kevés, és akkor jött az ötlet, az Attilának is egy ötlete volt, hogy egy élettörténetet kellene ebből csinálni. Tehát kevés az, hogy 45-56, hanem Hámori Vilmos, az ember, és így indult a dolog. Ugyancsak megörökítettük a visszafele egy évre történő visszatérését ugyanennek a hadseregnek. A légvédelmi ágyúkon fehér szallagok jelezték a lelőtt gépeknek a számát fehér karikákkal. Ez is meg van örökítve ezeken a képeken. Hámori Vilmos a vetítés végén elmondta, hogy élete során legalább 10 000 fényképet készített, és ami csoda, hogy ezeknek még mindig megvan a negatívjuk. Egy része azért maradt meg, mert olyan helyre tettem, ahol senki nem találja meg. Még vidékre is vittem ismerősökhöz, de az ismerős nem tudta, hogy a padlásán melyik ládába rejtettem be, és aztán, mikor elcsendesedtek a dolgok, évek múlva mentem vissza érte, és megtaláltam. Egerek nem ették meg, mert fémdobozban volt. Így maradtak meg a negatívok, és maradt meg az utókornak. Mikor merte először elővenni ezeket a képeket? Hát 56 után még egy darabig elég kockázatos volt, de rá egy 4-5 évre már nyilvánosságra kerültek. Sok került külföldre is, svédországi barátaim vittek el belőle, és ott is, a Kanadában is sok egyetemi barátom él, azokhoz is kerültek, úgyhogy szerte a világon ismerik a képeimet. Előttünk az úton ömlik a sok orosz Gödöllő irányába, mint a sáskák, vég nélküli áradat. 1944. december 14-e csütörtök. Éjjel kimegyek, amikor vissza akarok menni, rám ordít egy őr. Stoj! Felhúzza a géppisztolyát, sok vita és könyörgés után
visszaenged a patikába az aranyos. Ezen a beígért első, rendezett éjszakán tönkretették a 13 éves Sándor Jucikát, a boroslányokat és a Gáspárlányt. Márta tanítónő a WC-be ugrott, onnan húzták ki és bestenítették meg. Még a csúnya kövérnét, a bábát sem kímélték. Egész nap asszonyok siránkoznak. Mindegyik a lányát a pincékben szeretné tudni, de már nincs hely. Ha már minden elveszett, egyet, a becsületet szeretnék még megmenteni. A Mimozing sorozat következő részeként Lőrincz Ferenc festőművész munkásságáról szóló kisfilmet mutatják be. A vetítésre várhatóan 2013 őszén kerülhet sor.